tudhatják, hogy mi is az a csüngőfa, és hova érdemes ültetni. A csüngő eperfa a betula pendula jungi, vagyis a szomorú nyírfa és a szomorú japán akác kertünk díszei lehetnek. A hazánk éghajlatát kiválóan tűrő fák különleges hangulatot árasztanak. Május a szerelem hónapja, akkor június a romantikái, illetve a különleges növénykultúráké. A csüngőfákkal pontosan egy olyan hangulatot tudunk megteremteni, akár a kertünkben, akár hogyha ezt egy ilyen dézsába vagy nagyobb edénybe ültetjük mondjuk a teraszra, ami azt gondolom, hogy semmilyen más növényekkel nem lehet elérni. A csüngőfák olyan egyedi hangulatot tudnak kölcsönözni egy-egy kertrészletnek, akár egy ilyen kövesebb olyan háttérnek, ami semmilyen más növényekkel nem lehet elérni. Kiváló alkalmazási területük még mondjuk a különböző sziklakertek, vagy mondjuk a sírok. Tehát olyan speciális helyek, ahol direkt az a cél, hogy ne nőjenek túlságosan magasra. Tehát gondoljunk csak egy sírra, hogy ott senki nem szeretné, hát vannak persze ilyen hibák is, hogy odaültetnek valami nagy fát, és akkor utána pár év múlva ki kell vágni, egy 5-10 év múlva, mert már egyszerűen túlnőtte azt az egész területet. Hogyan kell gondozni ezt a fát? A legfontosabb a csüngőágú eperfánál, hogy amikor ültetjük, hogyha például konténeres anyagot ültetünk, akkor az ültető gödör mélysége az mindenképpen körülbelül kétszerese legyen a konténernek a nagyságával. Ezután szarvas maradt rágyát keverjünk a földjéhez, körülbelül egy 20-30%-ba, alaposan öntözzük be, és utána a gondozása megegyezik bármely más díszfájéval. Ehető a gyümölcse? A gyümölcs ehető, vigyázzunk, mert hogyha egyszer egy fehér pólóra rácsöpen, akkor nincs az általános vagy semmilyen mosópor, ami ezt kihozza. Tehát nagyon ilyen festőlevű a gyümölcse, tehát megmarad minden ruhán. A gyerekek nagyon szeretik, hát jól nem lehet lakni a terméséből, mert azért elég kis termése van, de abszolút ehető és finom a termése. Amit itt látunk, az egy csüngő ágú japán akác, vagy más néven pagodafának egy csüngő ágú változata, a Sophora japonica pendula. Látszik, hogy az alapfajból alakították ki a törzset, és itt van az oltásnak a ma már megvastagodott helye, hiszen itt egy több évtizedes csodálatos példányt láthatunk. A csüngő ágú japán akác az egy festői szépségű fa, hiszen a zöld hajtásai veszői azok egészen a földig érnek. Ez egy 3-6 méter magas fa, fácska, amelynek a jellegzetessége, hogy nem csak a fiatal hajtások zöldek, mint a legtöbb növénynél, hanem az egy, illetve a több éves vesszők is, illetve kisebb ágrészek. Csak a több éves, vagy akár évtizedes ágrészek szoktak bebarnulni. A mindenki által ismert és kedvelt nyírfának egy csüngőágú változatát láthatjuk itt, ez a Betula pendula jungi, amely kis kerteknek kiváló szolitár növénye lehet. Azt kell róla tudni, hogy olyan 2-4 méter magasra szokott nőni, nem nő túl gyorsan, ezért kiválóan alkalmas lehet dézsákba vagy ilyen különböző teraszokra kis szolitár növénynek. Különösebb metszést vagy nyírást nem igényel, a legfontosabb, hogy a korona belsejében az elszáradt ágakat, amiket így már így össze lehet törni, mert annyira elszáradtak, azokat tőből eltávolítsuk, és így egy picikét fel tudjuk szabítani belül a koronát. Valamint, hogyha a földig hajló kis hajtásai ágaid a talaj felszínétől egy 10 centi magasságban, hogyha szépen elnyírjuk, akkor ezzel megakadályozzuk, hogy ott elbarnuljanak vagy elrothadjanak.